Hauser üdvözletét mindenkinek is elnézést kérde. Közben jött neki egy olyan tárgyalás, ami miatt nem tud majdnem itt lenni önök között köztetek. Engem még ez a megtiszteltetés, hogy a UNATFIT-KRT képviselje. Ebből egy mindig picit szerencsés helyzetben vagyok így a vége felé. Tudok egy-két előttem szóló előadására reflektálni. Az egyiket, amit szeretnék elmondani, a Dagár Marketing Centrum előadásához szeretnék annyit hozzászólni, hogy valóban ezek a vegánlobbi, állatvédő és egyéb zöld szervezeteknek a tevékenységét ne gondoljuk és ne próbáljuk el bagatellizálni. Nagyon-nagyon kemény idő elé nézünk. Egy apró pici példa. Egyesült Királyságban indult most egy olyan valóságshow, ahol az a feladat, hogy a bizonyos állatot, állatfajtát fel kell nevelniük a valóságshowba jelentkező embereknek, majd amikor az eléri a vágyó súlyt, akkor döntenie kell, vagy saját kezüleg kell levágnia, vagy át kell térnie a vegetarianizmusra. Tehát amikor már ebből valóságsót csinálunk, tehát most mondom, mosolyogtok rajta, nem annyira vicces. Ez egyik dolog, a másik dolog, amivel szembe kell néznünk, ezek az állatvédő szervezeteknek a tevékenysége, amivel kapcsolatban csak egy apró megjegyzés. Tehát mi, mint kereskedők, megpróbálunk minden fórumon és minden nekünk adta lehetőségekkel erre reflektálni és tiltakozni az időnként nagyon életszerűtlen követelményekkel szemben. De ilyenkor mindig nagyon könnyen lesöpörnek bennünket, azt mondják, hogy kereskedő, te csak a hasznodat nézed, de menjél el innen. Tehát amíg a termelők nem fognak ebbe beleállni, addig ebben nem lesz változás. Ez megint egy apró példa, nem teljesen állattenyésztés, de mezőgazdasággal kapcsolatos, nem tudom mennyire követtétek a holland eseményeket, amikor egy közel 100 kilométeres traktorkonvoj vonult Hágába, egy picit akadályozták a forgalmat, mondjuk két napra, mert egy nap volt, mire odaértek, meg egy nap. Tehát én nem arra szeretnélek benneteket buzdítani, hogy gyerünk és irány bárhova is, de hát, amíg a termelők nem vetik bele ebbe magukat, és mi nagyon szívesen partnerek és segítők leszünk ebben, mi ne legyenek illúzióim, előbb-utóbb itt is meg fognak jelenni, ha nem akarom mondani, milyen állatvédő szervezetek, ugye ezt már egyszer a libamájjal kapcsolatban megtapasztaltuk, de Hollandiában rendszeres, hogy sertéstelepekre, baromfi telepekre törnek be éjjel, és marha érdekes, hogy ezt bárhol, bárki máshol megcsinálná, egy köztörvényes bűncselekmény. Hiszen a tulajdonos engedélye nélkül hatolt be, fölfeszítik az ajtókat, anyagi kárt is okoznak, ők mivel állatvédők nem büntetik meg őket. Ez csak egy ilyen nagyon rövid reflekt volt arra, és igenis, én azt gondolom, teljesen egyetértek azzal, hogy kiegyensúlyozott táplálkozás, tehát az sem biztos, hogy egészséges, ha valaki úgy csinálja, hogy a szendvicsét, hogy két szép jó vastag steak közé tesz egy szelet kenyeret, nem, de együnk azt is. Az egyfőre jutó magyar marhahús fogyasztás, ugye 3 kiló körül mozog, én azt gondolom, hogy erről a történelmi mélypontról azért ideje lenne elmozdulnunk. Nem szerencsés, de ugye beszélnem kell arról, hogy itt van egy más állatfajt érintő betegség, a bizonyos afrikai sertéspest is, ami jelenleg nem tűnik egy rövid távon megoldható dolognak, ez hosszú távon és várhatóan felfelé fogja mozdítani a marha iránti keresletet, és ezzel várhatóan
a marhahús árát is meg fogja mozdítani, ami egyébként már tapasztalható is, mert hiába van USA és Kína között kereskedelmi háború, azért ha kell valami, azért mind a kettő azt mondja, hogy ezt tegyük félre, és azért hadd menjen az a marhahús Kínába. De például Ausztrália egy nagyon nagy nyertese már jelenleg is ennek, komoly mennyiségű marhahúst exportálnak jelenleg is Kínába és Japánba. Most ha azok a piacok, ahova idáig ezek áramlottak, onnan elkezd az elmozdulni, annak az ára megnő, akkor valószínűleg itt mi Európában akkor majd fogunk tudni profitálni, és nagyon-nagyon jó lenne, ha valóban egyszer megszületne az a szabályozás, hogy bemegyek egy szupermarketba, hentetőkba, bárhova, és ki lehetne írva, nem az lenne kiírva, hogy marha, hús, hanem az lenne kiírva, hogy ez egy kóstolt tehén, 8 éves, ez egy sarolé mika, vagy egy sarolé üsző 24 hónap alatt. Természetesen nyilván más lesz az ára, egy kicsit vizuálissá jobban láthatóvá teszünk ezeket a dolgokat, hát ha közeledünk hova, hogy azt úgy is azt mondjuk, hát akkor igaz, hogy az egy picit drágább, de milyen szép. És pláne, ha majd elkészíti, akkor meg pláne jobban fog ízlelni. Egy kicsit kitekintés a piacokra. Vannak problémák azokon a piacokon, ahol a magyar marha idáig zömében értékesítésre került. Itt ugye sajnos sok olyan dolog tényező befolyásolja, Líbiában egy jelentős importőr volt az elmúlt időszakban. Ugye hallottátok, tudjátok, hogy jelenleg mennyire bizonytalanok a helyzet, nem tudják eldönteni, hogy ki is legyen az ottani uralkodó pár, ketté szakadt az ország. Nem közvetlenül bennünket érint, viszont érinti nagyon jelentősen Spanyolországot, nagyon sok marha ment a tavalyi évben, a spanyoloknál leesett az ár, azok a libanoni vevők, akik idáig idejöttek, hát ebből a kelet-európai térségből, nem csak Magyarországról, Horvátországról, Lengyelországból vásároltak, szépen átsétáltak oda, ezt valahogy kezeltük, most jelenleg Libanonban olyan bizonytalan a helyzet, hogy 7000-ra vannak a bankok. Ezek a kérdések előfutók szerintem meg oldódni, és én azt gondolom, hogy amiről az előbb beszéltem, a sertés körüli műzérül előbb-utóbb meg kell, hogy fölfelé mozdítsa a marha árát, és pláne abban a szempontból, hogy ha ez elindul, várhatóan többen fognak tudni beleállni abba, hogy meghisznalják, itthon hisznaljuk meg a magyar marhát, ne adjuk el alapanyagként, jelenleg Magyarországon megtermelt marha 90%-a körül élve megy el, és ennek szerintem 70-80%-a sajnos ízlalási alapanyagként kerül exportálásra. Tehát nem az itteni takarmány, nem az itteni munkaerő hízik meg. Ugye hallottunk az elején egy előadást, erről hiányról marhát hízlalni viszonylag egyszerű körülmények között, viszonylag kis munkaerő ráfordítással is meg lehet oldani. Ugye a növendékmarhának a fő piaca Törökország. Törökországban idén körülbelül 40%-kal kevesebb szarvasmarhát fognak évvégéig vásárolni. Tavalyi évben vágómarhával együtt körülbelül 1,2-1,4 szarvasmarha került be Törökországba. Ugye őket sújtott ez a jelentős
pénz leértékelődésük, mint egy közel 50%-kal értékelődött le a valutájuk, tehát az import nagyon-nagyon megdrágult, és ugye nem csak a szarvasmarha importunk drágult meg, mivel a vízlalagoláshoz felhasznált takarmány jelentős mennyiségű importálják, tehát még az is megdrágult. Ezzel párhuzamosan viszont nem nőttek olyan arányban az ottani marhahús árak, ahogy ők szerették volna. Ezt most úgy próbálja a török kormány kezelni, hogy kimondatlanul fékezik az importot. Tehát van szó fixált kvótákról, sok mindenről, ezt még nem tudom, hogy ő ott tudja valaki, konkrét információ, nekem személy szerint nincsenek erről, de ezt felé mutat, szabályozni fogják, havonta fél évente, évente bevihető szarvasnak a mennyiségét osztva a Dél-Amerikai, illetve a Magyarország, vagy az Európában bevihető érvelt mennyiséggel. Nagy valószínűséggel én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő rövid időn belül ők váróbarát nem nagyon fognak importálni, hiszen ha azt akarják, hogy emelkedjenek a húsárban, akkor kell nekik teremteni olyan relatív hiányt, ami aztán elmozdítja náluk is az árakat. Ez azt gondolom, hogy ne legyen igazam, de nem biztos, hogy a növendék árát hosszú távon pozitív irányba fogja befolyásolni, mert hogyha ugye limitálják a bevihető mennyiséget, akkor még azt is mondjuk, hogy a magyar a kiváló minőségű, azért vannak Európában versenytársaink, és nyilván azt a helyet fogják a vevők megkeresni, ahol a legjobb minőséget, nem azt mondom, hogy a legolcsóbb, de relatív a legolcsóbb áron fogják tudni megvásárolni. Az európai marhapiacok két-három hónapja körülbelül egy kis lejtmenetben vannak, körülbelül 10-15%-os árcsökkenés következett be. Normál években azt mondanám, hogy ennek lassan meg kellene fordulnia. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így lesz. Számokról is beszéljünk, ugye ausztriai vágóidakon a 24 hónap alatti U-minőségű vika 365-375 volt ezelőtt 3-4 hónappal, most jelenleg ilyen 340-345, hasított súlyról beszélek, hát ez körülbelül 2 euró körüli élő áról beszélek a nagy súlyú hallgának, hogyha valaki ezt kikülni oda és ott levágták. Én az remélhetőleg ez egy kicsit most már az idő is lehűlt, akkor szokott fordulni, és egy kicsit megmondja a marhahús fogyasztás. Köszönöm szépen a bármi kérdést, amit fel.